someday, and that day may never come, I may call upon you to do a service for me. Until that day, accept this as a gift. Üdvözlünk mindenkit a legújabb végigjátszásunkban. Ez a keresztapának a játék változata. PlayStation 3-on. Igen, ez a játék, ez annyira szeretem, hogy ez megvan PS3-ra, PS2-re, a gyűjtői változat van meg, és megvan PSP-re is. De PS3, bekapcsoljuk a feliratokat, mert hát elég hangosan halkan játszunk, hogy azért valamennyit értsetek a sztoriból, aki esetleg nem ismerni. Én nem ismerem, én nem láttam a keresztapát. Őszintén? Tényleg nem láttam soha. Pótolt be pedig. Sőt, ezt a játékot sem ismerem, csak a kettővel játszottunk, és igazából az egynek is az a gyakorlatilag az értelme, hogy majd egyszer okot adjon ahhoz, hogy a kettőt is végigjátsszuk. Na hát igen, a kettő az egy ennél jóval rövidebb játék, meg az így annyira szar, hogy már vicces, de az igen. egy legit jó játék, az tényleg az a... Amit így állandóan szoktam emlegetni, hogy van egy dolog, amit én úgy hívok, hogy az EA Szent Háromság, ami így három nagyon jó játék, ami így nagyon közel egymáshoz jött ki, a Def Jam 5 for New York, a Need for Speed Most Wanted, meg ez, hogy a PS2-es időszaknak a végének egy elég jelentős részét nekem ez a három játék vitt el. Milyen típusú játékra kell számítanom? GTA klón, de elég jónak számít. Itt a történetnek az előzményét látjuk, hogy az apánk a Corleone-nak fizet védelmi pénzt itt, ami boltunk, és hamarosan lesz egy Barzini leszámolás, és akkor azzal kezdődik igazából a mi karakterünknek a története. Itt a kedves kis szüleinket látjátok. Végségünknek annyi. Kemény idők voltak akkoriban, basszus. Ja, nem szaroztak. Ez inkább GTA klón, vagy inkább Mafia, vagy a kettő között? Én közelebb mondanám a GTA-hoz, mert végig free roaming van. Szóval nem van egy free roaming mód, és közben meg csak missziók vannak, hanem itt tényleg akkor mész missziókra, amikor szeretnél, mint egy GTA-ban. Nice. De sokkal korlátoltabbak például a közlekedési lehetőség, mint egy GTA-ban. Nincs semmi repülő, jármű, semmi csónak, semmi ilyesmi, hanem csak is kizárólag különböző autófajták. Tök jó. Nem is kell más. Viszont a kézibunyó az sokkal jobb, mint bármelyik ilyen. Jól mozgatom a kamerát, és robbant egy nagyot. Üssed szét, kombózzatok. Nem mintha amúgy valami égne a háttérben, vagy valami robbanna, nyugodtan ne zavarjon senki. Ilyen grapple kombók vannak itt is? Aha. Ez a Black Hand, hiszem az a neve. Ami így akkoriban nagyon büszke volt, hogy nagyon jól sikerült ilyen kézi harc mechanika, de tényleg elég jól sikerült. Uh-huh. Élvezetes így a kézi harc, meg igazából a lőpárbajok is. Szóval tényleg így a gameplay... Hallottam, hogy PC-n nem az igazi az irányítás, de konzolokon nagyon jó. Én mindig is nagyon szerettem ezt a játékot emiatt. Egyszerűen irányítható, mindig oda mész, meg oda lősz, meg oda célzol, ahova éppen szeretnél. Szóval nem olyan, hogy a játék azt hogy jobban tudja, mint te, hanem tényleg jól meg van csinálva. Meghalt. Meg hát. Szegény. Biztos túlélt annyi golyót eleve. Ha semmi életfontosságú szervet nem találtak, akkor is ólomérkezésben meghalt az, hogy... És az a fura fejű gyerek az vagyok én. És még fura fejű gyereket akarsz belőle csinálni majd? Majd meglátjuk, hogy sikerül majd. Most jól lehet, hogy meg akarom rúgni a dont? Tudod, hogy ki vagyok én? Engem rúgdosol? Persze, amikor már Marlon Brando nem élt, úgyhogy egy Marlon Brando utánzó szinkronizálja. Pont ezt akartam kérdezni. A Vito Corleone-t, de mivel ugye joguk van a... Szóval
megkapták ugye a Panasonic, aztán a Paramount. Paramount, azt akartam mondani, hülye vagyok. Randomizáljunk, aztán meglátjuk ja. bőle. Eddie Murphy-t megkaptuk gyakorlatilag. Kupasz Eddie Murphy-a. Igen. Ez egy John Tom. Egy nagyjából normális fejet kéne, és aztán mi azt mi átalakítjuk még minimálisan. Így ez nagyon fura. Mondjuk ez egy világosabb bőrrel. Rasszista vagy. Várjál, próbáljuk meg ezt átalakítani egy picit. Hol van a... Ja, ott van. Skin color. Lehet ilyen nagyon fehér Marilyn Manson-os izőt. Szerintem így már nagyjából jó. A szemszín az nekem ne legyen ilyen izé dumos. Hogy van? Ja, eyes. Így. Jó, akkor hát azt a arcszörzetet azt igazán... Igen, Jézusosra? Ez lehet így. Legyen, nekem általában mindig olyan karakterem szokott lenni, hogy nincs arcszörzete. Ja, akkor legyen. De jól néz ki, aha. Így vállalható. Ilyen pump fizura nincs? Nincs. De hát ilyen, tudod, ilyen mafia... Afro! Mi vagyunk izé Bob Rossban, nem? Az igen! Ez így nem rossz. Kefe hajjal. De, tessék itt a punk faj. Ez nem az volt. Azt hittem. Ez így? Ez nem rossz. Alkit még alakítsunk rajta. Legyen én iszonyatosan buzina zsidóra. És rommá legyen gyúrva, és izé... Ez a maximum. Jó. Most, hogy így magas, meg széles válló, így most pont ennyire nagyon magas azért ne legyen szerintem. Vagy játékban nagyon, nagyon magasnak fog tűnni, vagy annyira nem? Annyira nem igazából. Jó, akkor hát, te tudod... Chin, mouth, nose, ja. Orrát. Nézzük, mit lehet vele kezdeni. Túl sok nem vált. Ez így. Oh yeah. Kóser. Igen. Szerintem egy kicsinek jó. Ja. Ez így jó. Vállalható. Jó. És most még randomiz. Öltöztessük át egy picit. Minden más pénzbe kerül. Oh damn. Most nincs pénzünk. Csak a meglévőket tudjuk átszínezni. Aha. Az a kosztás az nem volt rossz. Favágó, basszus. De ez jó. Ez így jó. Önök van olyanok, hogy mi valami tégla épület. Hát a gatya az borzasztóan szarul néz ki a szóval cserébe. Hát majd át kell öltözni, persze, amikor már lesz pénzünk. Jó. Ennyi? Aha. Jó, el kell neveznünk a karaktert. Aldo. Igen, mert a sztori szerint Aldo Trapaninak hívják a karakteredet. De nem azok leszünk. Legyen mondjuk Russo Crovino. A Def Jam-es Russell Crowe karakternek kéne valami távoli olasz rokon. Igen. Tehát, hogy mielőtt, évtizedekkel azelőtt, hogy Russell Crowe beoltotta volna New Yorkot, egy rokona szintén beoltott a New Yorkot. Igen. De New Yorknak egy ilyen visszatérő dolog az, hogy így a Crow család nem, így... Nem W-vel kéne? Vagy jó így? Hát így nézzük meg először így. Jó, oké. Így olaszosabb. Így jó. Nekem jó. Szerintem rohadtul semmit nem jelent, amit írtunk. Szerintem rohadtul nem az a ő kifejezésük a izére, a hollóra, de legyen ez így. Hát nem is az a lényeg, hogy most olaszul legyen a holló, hanem az, hogy... Mert az is Chrome E betűvel, érted? Jó lesz ez így. Jó ez így. Nagyon sok jelenetet tettek bele a filmből. Igazából tényleg, amit így bele tudtak előszakolni a filmbe, még az is, aminek nem feltétlenül van értelme, azokat is belepakolták, csak azért kihasználják a licenszet. Hogy itt van, licensz, lehet használni. Itt a
Nem fog ezért megbaszni minket a YouTube? Nem hiszem. Ez nem, nem a filmet tesszük fel, hanem a filmből készült játékot. Ugye a Connie-nak az esküvője, itt Luca Brasi, mint a filmben, Creepy egyedül gyakorolja a szöveget, amit majd mond a keresztapának. Na, ez viszont nem volt benne a filmben, itt van anyánk, évekkel később. Őt nem ölték meg? Őt nem ölték meg, és szívességet kér a keresztapától, hogy bajba keveredtünk, és hogy mentsen meg minket, valamint fogadjon be minket a szárnya alá, hogy el tudjunk helyezkedni a világba. És mit mond? Hát logikusan, persze megmentenek minket, és befogadnak a szárnyuk alá, hát erről szól a játék. De lett volna jó, hogyha nem. Dögöljön meg a fiad ott, ahol. Barmokkal. Szopa izébe, sikátorba. Ments meg keresztapa. Olyan fura, hogy keresztapának hívják. Miért nem az igazi nevét mondják ki? Azért, mert a olaszoknál a keresztapa az egy nagyon fontos szerep a családban. Hogy... De ez Amerika, baszd meg! De az akkor is szicíliai ízés hagyományok szerint vannak. Milyen szicíliai van? Itt van az egyetlen ír tagja az izének, a Corleone családnak, Tom Hagen. Akinek ráadásul olyan rangja van, amit nem szicíliai alapesemben nem szerezhet meg. Ő a consigliere. Nem vágod ezt a témát, basszus. Hát én szeretem a keresztapát. Filmeket? Aha. Majd az első kettő az nagyon jó, a harmadik az jobb, mint amilyennek mondják, de az tényleg nem annyira jó. Na, ez az eredeti PS2 játékban egy sikátorba volt, azért is mondtam úgy. El is felejtettem, hogy itt a tetőn van. Gondolom azért van a tetőn, hogy azt is be tudják mutatni, hogy le tudod dobni az épületről az embereket. Kicsit furán néztünk. Favágó szerkóban itt vagyunk a nagyváros kellős közepén. Hát azért lett nagyváros, mert kivágtuk a fákat. Ja. Ah, ma mutatják a karaktereket, hol játszódik, hú, de jó. Ja. Fia, az ilyen licensz alapú játékok közül szerintem ez a legjobb. A könyveket olvastad? Vagy volt belőle könyv? Hát persze. A... Igen, az alapján készült, nem? Hogy jól tudom. Aha, igen, könyv volt. Most, amit már a prologban egyszer megtanultuk, azt most megtanuljuk megint. És azokat olvastad? Készülök bekótolni. Igazából inkább nem olvastam a regényt, még csak olvastam a regényről. És az fölkeltette az érdeklődésemet, hogy vannak benne olyan bizonyos extra részek, amik nem kerültek bele a filmbe. Igen, igen, de erről már beszéltünk, mint egy régebbi videónkban, nem? Nem, amikor találkoztunk a nézőkkel a... Ja, igen, akkor beszéltünk Con előtt. Tőleg. Majd azt akarom említeni, majd amikor aktuális lesz videóban. Jó, oké, oké. Hogy van? Le és fel. Hű, de jó sok az bír. Na. Akarsz még tenni? Ja, most már csak meg kell ölni. És kiírja a neveket, mint valami beat-em-up játékból. Ja, mindenkinek van neve, random generál neki valamit. Úgy odakúrtad. Le tudod baszni a tetőről? Persze. Lebasszam? Basz, hát. Ah, basszus. Elbasztad. Téged le dobjon véletlenül. Damn, son! Ja igen, és akkor így neki tudom verni dolgoknak. Ó, basszus. Nem voltam elég közel, vagy a falhoz kéne? Ja, a Six-Axis Controller? Aha. De... Közben Mickey terülsen itt ráncigálja a controller. Az jó volt. Mivel be tudom volna fejezni a mondatot? Hát a másik kettőt is rendeztem.
Nincsenek ilyen epic kivégző mozdulatok, mint a Mortal de vannak, Kombatban. De most valamiért nem engedi őket behozni. Lehet, hogy a tutoriában nincsen. Mindegy. Fölszettem egy kis pénzt. De és akivel tudsz beszélni azoknak, ha általában a feje fölött ott van ez a keresztapa. Mm. Ő amúgy a filmből a kedvenc karakterem Luca Brasi. Nem vagyok szerencsés a kedvenc karakterekkel, mert a két kedvencem a Luca meg a Sonny. És igazából a Luca az az első percekben hal meg. Mármint amikor megy elkezdődik a cselekmény, akkor ő az első, aki meghal. A Sonny az meg valamikor a film közepén, de egyik se éli túl, már az elsőt sem. Akkor ott is elég nagy a body count. Eléggé. Jó, kaptunk 500 pénzt, meg 400 respektet. Meg van a filmet az archívumban. Amiket nem fogunk majd megnézni. Azért már viszont szerintem lehet, hogy megbasználnak. Sanszos. Igen, erre vannak a térképek. Aztán ők is tudom, leírta konkrétan, hogy mire való a térkép. Nagyszerű. Udagra szíven néznek rá. Hogy mozgatja a fejét? Igen. Mindenki ilyen izé kényszer, nem tudom, ilyen mozgó ember. Mindenki idegesség, kényszer mozgások vannak. Vagy meg hideg van, itt állok egy szál inkbe az esőbe, bazd meg, menjünk már a faszomba. Mert pisi nem is ki. Igen. Éhes vagyok, fáradt vagyok, lejártam a lábomat, összevertek a tetőn. Minimap. Na, most akkor lopunk egy kocsit. Ne ilyen forstal is kellett. So you're the Don's new recruit. The red suits are Kunio's kid from Hell's Kitchen. Hell's Kitchen, az nem a izének az étterme? A... Hát a pokok konyhája az a... Onnan kapta a nevét a show, hogy ez egy része a izének New York városnak. Aha. A pokok konyhája. És most ez a csicska, ez most vigyáz ránk? Igen. Nehogy megbasztam téged eljátszik. Ez sem volt benne az eredeti PS2-es játékban. Te játszottál a PS3-as verzióval? Persze, azt is végigtoltam. Csak valamiért, mivel többet játszottam a PS2-essel, az maradt meg bennem jobban. És ebben sajnos nincsenek trófeák. Hát nincsenek. De a kettőben igen. Abban vannak. De ez legalább jó. Igen. Valamit valamiért. Ja. Nincs olyan jó keresztapa játék, amiben trófeák is vannak. Azt ki is patináztam, de hogy minek. Meg könnyű. Hát jó, ja, igen. Meg azért, mert trophy whore vagy. Nagy, egy időben nem a trophy whore voltam. De voltak olyan játékok, amiket csak ezért nem vettem meg, mert mennyeztem a trófal is, tehát ezt tuti nem menni, és akkor inkább nem vettem meg. Meg voltak szajadók, amiket megvettél, hogy az, meg lesz pár óra alatt. Van egy két nagy büszkeségem a trófal listán azért. GTA 4 platina, Mercenaries 2 platina, azért azok. Azok, ha valaki vagyok benne. Na, tudom, hogy mire való a safe house. De a nézők nem tudják, nekik el kell mondani. Fölkapok egy baseball ütőt? Baseball ütő. Milyen kocka alakú csészék vannak ott beszorban? Most már van egy fegyverünk. Előhúztad igen, elfér a melbibótból így. Inkzsebbe elférő baseball ütő. Igen. Mi nekem kéne egy olyan. Összehajtható baseball ütő. Jó, következő feladat. Vegyük fel a telefont. A telefont. De előbb elmagyarázz a játék, hogy mi az a telefon és hogy működik. De most ezért fölhívtak, hogy kint van az ajtó előtt. De igen. Miért nem kopogott be akkor a Luca? Hát bassza meg. Neki arra embere van, hogy hál egy ajtó előtt, hogy ne kelljen bekopogni oda telefonál, hogy Luca, úgy ott áll az ajtó előtt, igen. Csak baszik kopogni.